Március 14-én nyílik az Országos Széchenyi Könyvtárban Vershaza címmel kiállításunk, amelynek középpontjában a himnusz, a szózat és a nemzeti dal kézirata áll. Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi ugyanis mindháromnak a kéziratát, és azt gondoltuk, hogy mivel a három vers még együtt soha nem volt kiállítva, hogy most ezek köré építünk egy időszaki kiállítást. Az ihletője pedig a kiállításnak túl azon, hogy a három kézirat megtekinthető lesz eredetiben 14-én és 15-én, utána pedig nemes másolatokat láthatnak az érdeklődők, hogy megmutassuk a versek történetét. Ugyanis az elmúlt 170-200 esztendőben ezek a szövegek magukba szívták a magyar történelmet, tanúi lehettünk számtalanszor, hogy élő kapcsolata van a magyarságnak ezekkel a szövegekkel, olykor felerősödik ez a kapcsolat, például 1956-ban, amikor mondjuk a nemzeti dalnak az a mondata, hogy itt az idő most vagy soha jelen idejű cselekvő valósággá vált, de is azt is tapasztalhatjuk, hogy van olyan időszak, amikor pedig, mintha visszahúzódna ez az erőteljes kapcsolat egy kicsit. Ez pedig mindazt mutatja, hogy remek művekről van szó, és a kapcsolat élő voltáról beszél az, hogy időnként erősebb ez a kapcsolat, időnként pedig gyengébb. Szeretettel várunk mindenkit minden tekintetben megújult kiállítóterünkben, ahol az eredeti kéziratokkal találkozhat március 14-én és 15-én, azután pedig a nemes másolatokat tekintheti meg, de mindezek mellett számos multimédiás eszköz segíti az elmélyülést.